Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Város Televízió Hírháttér című magazinműsorát látják. Megélhetés, rend, elszámoltatás. A Jobbik Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje látogatott városunkba és lakossági fórumon ismertette választási programját. Mint elmondta, győzelmi reményekkel vágnak neki a választásoknak. Napot kívánok mindenkinek! Lakossági fórumot tartott a Jobbik Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje Vona Gábor. Ezen a választási kampányon győzelmi reményekkel vágunk bele a küzdelembe, nem csak listán, de egyéni mandátumokban is. Tamásra, az itteni helyi képviselőjelöltünkre nagyon büszkék vagyunk. Úgy érezzük, hogy ő helyben tisztességes, becsületes munkát végez, és ezért úgy gondoljuk, hogy jó szívvel és felelősségünk tudatában tudjuk őt ajánlani az itt élő emberek figyelmébe, hogy képviselje őt, képviselje ő önöket, az itt élőket a Magyarországgyűlésben, a Nemzettemplomában, hogy Tamástól egyéni mandátumot várunk, és bízunk benne, hogy ezt sikerül is elérni az itt élő emberek és a környékbeli embereknek a támogatásával. A választási kampányunkban mi azokat kívánjuk képviselni, akiknek az elmúlt 24 évből elegük van, akiknek akár a Fideszből, akár az MSZP-ből, akik úgy érzik, hogy változásra van szükség, és akik ma úgy érzik, hogy változásra van szükség, azok jobbikosok. Hiszen három párt közül lehet választani, érdemi választás három párt, három politikai erő között lesz 2014. április 6-án, a Fidesz, az MSZP és a Jobbik. A Fidesz és az MSZP szerintünk a múlt, és a Jobbik pedig a jövő. És bízunk benne, hogy április 6-án ez a jövő jelenné válik. Elmondta, választási programjuk három fő üzenete a megélhetés, a rend és az elszámoltatás. Céljuk a munkahelyteremtés, amely elsősorban nem a közmunkára vonatkozik. Tisztességes munkahelyeket szeretnénk létesíteni, nem csak közmunkában, nem csak közmunkát, sőt elsősorban nem közmunkát szeretnénk, hanem munkahelyeket. A közmunkát fontosnak tartjuk, de az egy szociálpolitikai intézkedés, és munkahelyeket szeretnénk teremteni. Szeretnénk megállítani az országból való elvándorlást, olyan körülményeket teremteni az országon, hogy a több százezer kivándorolt magyar ember újra hazatérhessen. Szeretnénk közbiztonságot, szeretnénk a devizahiteleknek a megoldását, a hitelek forintosításával és a terheknek a bankokra hárításával, és szeretnénk elszámoltatást. Ami azt jelenti, hogy a politika és a korrupció ne legyen szinonimája egymásnak, a politika ne legyen törvényen kívüli hivatás, hanem ugyanazok a törvényi szabályok vonatkozónak a politikusokra is, mint a magyar állampolgárok többségére, vagyis el kívánjuk törölni például a mentelmi jogot. Sőt, nem csak a mentelmi jog eltörését tartjuk nagyon fontosnak, hanem a dupla büntetés elvét, vagyis azt, hogyha egy törvényalkotó törvényt sért, abban az esetben a bíróságnak legyen lehetősége a normál esetben kiszabható büntetési tétel kétszeresét is kiszabni. Azért Dunaújvárosban komoly problémák vannak, és nem egyszerű jövő vár az itt élőkre, hogyha nem sikerül eredményeket felmutatnia a közéletnek. És ami talán szintén unikális a mi fórumainkon, hogy bárki bármit kérdezhet, vélemény nyilváníthat, tehát nincsenek megszűrve a lakossági hozzászólások. Aki ide érkezik, nem kérdezzük, hogy milyen pártnak a szimpatizánsa, jobbikos-e vagy sem, elmondhatja a véleményét, felszólalt, és mi minden véleményt megköszönünk, minden véleményről úgy érezzük, hogy gazdagodunk. Ha valaki kritikát fogalmaz meg, akkor azt, amennyiben persze jó szándékú kritikáról van szó, és nem sárdobálásról, akkor azt is megfontoljuk. Amiből szeretnénk a kampány során kimaradni, az a sárdobálás. Ezt meghagyjuk az MSZP-nek és a Fidesznek, hogy ők az elmúlt 24 év kudarcai után lejátszák azt a meccset, hogy melyikük tette tönkre jobban Magyarországot. Ezt a mérkőzést ők egymás között nyugodtan megvívhatják. Ez nem viszi előre Magyarországot. Érdemes megnézni a pártok óriás plakátjait, amíg a Fidesz és az MSZP óriás plakátjain csupa negatív üzenet, csupa riogatás, csupa félelemkeltés, a másik programjának a lejáratása látható. Addig mi a saját üzeneteinkkel, a saját programunkkal és egy pozitív jövőképpel próbálunk szólni a magyar emberekhez, és azt gondoljuk, hogy ennek a választásnak a programról kell, a programokról, a programok ütközetéről kellene szólnia, és nem pedig a mocskolódásról. A sajtótájékoztatót követő fórumon Pintér Tamás, a Jobbik helyi szervezetének elnöke is felszólalt. Most hát eltelt 4 év, és mondhatnám, hogy újra itt vagyunk. Ezt inkább nem is mondom, ezt azoknak a kormánypárti és szocialista képviselőknek hagyom, akik 2010-ben az önökkel való kapcsolattartást azzal, hogy mandátumot szereztek, gyakorlatilag meg is szüntették. Most nálunk ez a Jobbikban
úgy gondolom, hogy teljesen máshogy van, hiszen önökkel való kapcsolattartás számomra egy olyan elengedhetetlen dolog volt, amely a sikeres és eredményes képviselői munkához szükséges. Most ez a kapcsolat, az önök problémáinak megismerése egy olyan hátországot adott számomra, amely a szinte mindennapos, sokszor egészen felháborító politikai támadásoktól sem tudtak letéríteni engem az utamról. Gondoljunk csak akár a helyi Jobbik irodának a felgyújtására. Gondoljunk csak bele. A Fidesz 8, az MSZP 12 év bizalmat kapott, és a saját koldudorú felhízadásán kívül nem is sikerült más letenniük az asztalra. Nem kell messzire mennünk, elég, hogyha elmegyünk a DVCH-nak az épületéig, vagy felpillantunk a gázmotoros erőművekre, amelyek miatt egyébként az ország fűtés szempontjából egyik legdrágább településévé tették lakóhelyünket. Most az előbb említett tények kivéletlen kimondással, nem mondhatnám, hogy feltétlen népszerűségnek örvendett az elmúlt években a képviselőtestületben, és hát mondjuk emiatt nem is lepődök meg, hiszen azért kézkezett most alapon nem zavarták egymás érdekeltségeit az elmúlt években sem, és ebbe lassan, szépen Dunaújváros belepusztult. A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete leadta az ajánlóíveket, így Pintér Tamás hivatalosan is felkerült az országgyűlési képviselőjelöltek listájára. Mindenek mindenkinek számára egy élhető Magyarországon és szebb jövőt. Bemutatkozó sajtótájékoztatót tartott a Független Kisgazdapárt helyi szervezete. Bemutatták országgyűlési képviselőjelöltjüket, Dedecsik Ferencet. Független Kisgazdapárt helyi vezetője, országgyűlési képviselőjelöltje, Dedecsik Ferenc arról beszélt, hogy a párt teljesen megújult, megfiatalodott. Mind a 106 egyéni választókerületben indulnak az április 6-i választásokon. Ő a párt elnökének felkérésére idén januárban kezdte meg a helyi szervezet újjászervezését. A 2014-es választásokon indulni fog a Független Kisgazdapárt itt helyben nálunk. Először is beszéljünk egy kicsit a pártról. Ugye az ember, amikor meghallja azt, hogy Független Kisgazdapárt, mindig ugye Tordján József jut az ember eszébe. Ez ugyanaz a párt, vagy egy új formában indult újra? A 2014-es választásokra a Független Kisgazdapárt teljesen megújult. A teljes vezetőség kicserélődött, a tagság nagy örömünkre fiatalodott. Mindig ezt mondjuk mindenhol, ugye minden pártból azt sugárzik, hogy fiatalodott, de nálunk tény, hogy a 106 egyéni országgyűlési képviselői kerületben a 30 év alattiak létszáma 86. Mi öregek maradtunk a többi helyre, és a Hegedűs Péter a párt elnöke, akit most már létező összes bíróság, szerintem már Strasbourg is jóvágyott a Független Kisgazdapárt élén, tehát elnök, vezetőség, tagság, képviselőjelöltek, sorban állunk, készen állunk. Mi vagyunk az egyetlen Független Kisgazdapárt. Beszéljünk akkor a helyi dolgokról. Ugye itt kíván indulni ön a 4-es számú választókörzetben. Milyen célkitűzései vannak ebben a körzetben? Mit szeretne országgyűlési képviselőként elérni? A körzet egyetlen legnagyobb problémája a vasmű drámája, amit minden politikai párt feldolgoz, dolgozik rajta, megoldást keres. Én azt gondolom, hogy a mi kabinetünk, aki foglalkozik az ügyel, az ipari kabinet, ők egy elég jó döntést hoztak, és kormányra vagy kormánytényezővé való kerülésünkkor nagyon hamar meg tudjuk valósítani. Ugye az elején említette, hogy önök nem irányvonalak mentén mennek, hanem ugye jelmondat alapján. De mégis mi az, amiért önökre lehet szavazni? Miért ajánlaná önöket, magukat a választóknak? Amikor ez az ország bajban volt, és itt most történelmileg egy századot ugrunk, tehát 20. század. 1920 Trianon a Független Kisgazdapárt pártelődje segítette az országot Trianon után talpra állni. 1933 gazdasági válság. A Független Kisgazdapárt segített Magyarországon a válságot leküzdeni. 1945, a II. Világháború végén kisgazdakormány alakult, 3 év alatt felépítettük az országot. Ezt a jelmondatot később a kommunisták kölcsönvették.
pedig hát ha megnézzük az akkori parlamenti összetételt, az ország lakosságának hitét, véleményét, bizony ott is a kisgazdajel szavak segítettek. 1990, rendszerváltozás. Ott is a kisgazda párt volt domináns, hiszen az MDF tagságának jelentős része régi kisgazda volt. Továbbá az új alakult kisgazda párt kormánytényező volt, és segítette a rendszerváltást. Hová akartam ebbe lejutni? Ennél jobb ajánló levél nem kell egy pártnak. Még egy személyes kérdést is, tehát térjünk rá őre. Mióta politizál, mikor lépett a politika világába? Jubilálok az idén, 25. éve vagyok a kisgazda párt tagja. Tehát 1989 óta. Itt helyben ön miért képviseli a független kisgazda pártot? Hogy jött az, hogy kérték fel önt, hogy ön legyen itt a képviselőjelölt? Köszönöm a kérdést. Helyben több barátom piszkált már egy ideje vele, hogy szerintük politikai vénám van, és a politikai vénát valahol kamatoztassam már. Szerencsés összeesés volt a Hegedűs Péter elnök úr megkeresésével, aki telefonon érdeklődött, élek-e, halok-e, mi van velem, és amikor megtudta, hogy a gondolataink szinte összecsengenek, akkor egy megbízást adott, hogy építsem Újjá-Fehér megyében a kisgazda pártot. És ha már úgyis ezen dolgozom, ha még van egy kis szabadidőm, legyek egy országgyűlési képviselőjelölt is. Kicsi gondolkodás után elvállaltam, mert az a véleményem, hogy a mostani helyzetnél csak jobbat tud a kisgazda párt hozni. Milyen iránymutatások alapján indul el a kisgazda párt? Én visszanyúltam a költészethez. Javaslom mindenkinek Vörös Marti Mihály az Országháza című versét. 1846-ban írta Vörös Marti, és a mai napig aktuális. Kérem, olvassák el, és mindenki, aki érti, hogy mi van oda leírva, szavazzon ránk. Én csak egyetlen egy dolgot mernék ebben mondani. Vörös Marti olyan jól látta ezt a mai magyar politikát, hogy az szinte hihetetlen, hogy 150 év elteltével is aktuális. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!